Jó mindenki, sziasztok! Sziasztok! Külön köszöntjük az Enyelnéni nyomozói, a Csányi csicskákat is külön köszöntjük, meg bárkit, aki kíváncsi ránk még ezen kívül, de természetesen azokat a Seviza hiteleseket, akik nem tudnak velünk jönni, de követnek minket rendszeresen, egyre többen, tehát továbbra is azt kérjük mindenkitől, hogy ossza ezeket a közvetítéseket, akár már a felvételeket, tehát amikor utólag nézitek meg, akár azt, hogy bizony itt keddenként és csütörtökönként hetente váltakozva, inkább akár élőben is lehet követni. És a mai nap is különleges, mert ugye itt Érden Gizikéjéknél elvileg nem lenne internetünk, kipróbáljuk most mobilnetről a közvetítést, úgyhogy már most jelezzük azoknak, akik esetleg majd néznek minket, és ha megszakadna a közvetítés, az azért volt, mert sevizásoknak nem végtelen a mobilnetjük. Tehát a nekem a 2 gigás mobilnetem van, úgyhogy annak ha vége, akkor nem megy tovább a közvetítés, de felvesszük, tehát utólag viszont meg lehet nézni az egészet előről. Tehát most kísérletezzük, hogy ez meddig bírja. Folytatjuk a hagyomány, természetesen továbbra is élőben közvetítünk, nincs semmi titkunk, nagyon egyszerű a történet, ha valaki odajön azért, hogy elvegye azt, ami az enyém, elvágom a torkát. Ez ilyen nagyon egyszerű, eddig nagyon finomak voltunk, nagyon szépen kezeltük szerintem ezt a dolgot, mutogattuk a bankoknak, hogy csaltak, hazudtak, loptak, a politikusoknak, hogy hazárultak, a megalkuvóknak, hogy megalkuvtak, kollaboráltak, és akinek meg tele van a gatyája, annak meg elmondtuk, hogy be van szarva. Már még nem törtek az életünkre, azt látjuk, hogy ezeknek az embereknek, akik közénk járnak, ezeknek nem merik sem elvenni a házát, sem komolyabban fellépni ellene. Ez szerintem egy kicsit garancia is, és továbbra is ezt javasoljuk mindenkinek, hogy aktívan álljon ellen, de ha mégis megteszik, akkor nekik annyi. Tehát vagyunk itt azért néhányan, akik ezt komolyan gondoljuk, amit akár Ereninél is jegyzőkönyvben mondunk, hogyha szükséges, de hát az is bőven elegendő, hogy itt legyünk. Sőt, ugye olyannyira komolyan veszi az Ereni, hogy ugye a Sándor Lacinak a egyik mozgalmi találkozón lévő felszólalását, az bele is vették jelen nyomozásba. Tehát innentől kezdve szerintem kár is titkolózunk, de nem is akarunk, tehát ez nem volt cél. Sőt, szívesen látjuk itt a éhező nyomozókat, mert akkor biztos, hogy van egy vacsi, mert ebből a rendőrfizetésből, amit Magyarországon van, ebből bizony jó jöhet, hogyha egyszer nem otthon kell vacsorázni, és a gyerek másnap elviheti ebédre azt a kaját. Tehát még ez is szerintem lazán benne van. És hogyha eljönnek a mondjuk a nyári bulira, akkor meg egy kis wellness is van, a téli bulikon meg egy kis táncika. Tehát ez bármit meg lehet csinálni, nincs ezzel semmi probléma, szívesen látjuk őket. Ha egyetlen egy kockázata és mellékhatása van, hogy itt maradnak közöttünk, és ők sem fizetnek és átállnak, és úgy gondolják, hogy ez a jó, amit mi csinálunk. Jegyzőkönyvet vállalja valaki? Csillag, mindenki mutat a csillára. De mit gondoltok, hogy Csillag biztos, hogy mindig ezt akarja, vagy csak így rámaradt a dolog? Pazar jegyzőkönyveket így. Már önként rá van kényszerítő. Tényleg szép, jó jegyzőkönyveket írtad, szóval róla, de azért igazán lehetne valaki, aki azt mondja, hogy figyelj, kipróbálom én is magam, hát ha nekem is mondanátok ilyen jókat, hogy milyen jókat írok. Egyébként nagyon nagy élmény szerintem újraírni a jegyzőkönyvet, vagy újraírni a mozgalmi találkozót és jegyzőkönyvet írni, de ez nagyon jól működik. Hogy? Hogy csak én szoktam élvezni? Nem csak én. Hát én azért most nem mondom, hogy tegye mindenki fel a kezét, aki élvez. Én már rendszer. Egy fiú nem írt jegyzőkönyvet. Ugye? Hoppá, már kell rossz. Hát akkor itt az időt, hogy én is kell üljön egyet.
Hát csak az ügyelezetekre való tekintet. Nem, mert gyorsbálnak az újjában. Szőke Györgyike üdvözöl mindenkit. Volt. Szia Györgyike, puszi! Szia Györgyike! Bronchitisze van, azt üzeni, úgyhogy úgy, nem nagyon érzi jól magát, de aztán egy hét múlva talán már jön a lánya, és akkor ha tud jönni a hidegbe, akkor jön közén természetesen, és szeretne is jönni. A Polgár Zoli is üdvözöl mindenkit. Örülünk neki, köszönjük szépen. Aztán Zsuzsi! Te mondtad, hogy a pereddel kapcsolatban vannak új fejlemények, és akkor haladjunk is erre felé. Igen, annyi, hogy a Borstigó Demeter Tamás 2-t most beadott egy újabb beadványt a bíróságra. Kering is a Facebookon is, az Ürögdiné Kocsis osztogatja, mert kint van a nemtartozunk.hu weboldalon is. Feltétlenül azért tették ki, mert ahogy én most így érzékeltem a Bós Tibor megnyilvánulásából, ő ezt most valami nagyon átütő dolognak tartja a pénzügyi vállalkozások esetén, tehát valamilyen ilyen perdöntő bizonyítékot véltek találni, és meglátjuk. Én nem akarok ebbe belemenni meg nagyon, már csak azért sem, mert 100%-ban nem értem. Röviden elmondom, az a lényege, hogy egy pénzügyi vállalkozás az nem nyújthat hitelt, csak kölcsön. A kölcsön az pedig nem lehet devizalapú. Az vagy devizakölcsön, vagy forintkölcsön. Devizalapú nem lehet. Egészen röviden ez a lényege, de ezt így 11 oldalba fejtik ki, aminek minden egyes mondatát és minden egyes összefüggését még nem értem 100%-ban, de már megy az oda-vissza kérdezés-válasz, és meglátjuk. Csak azért mondom, hogyha találkoztok vele, meg akit érdekel, tehát hogyha azt hiszem, hogy itt nincs pénzügyi vállalkozásnál senkinek semmilyen, de hogyha valakit érdekel, vagy tudtok valakit, aki érdekelhet, akkor ez kint van a nemtartozunk.hu-n, és mondom, most már az Ürögdiné is hoztja ezerre. Sőt, mi több, minden igaz, hogy ma találkozik, meg a Radnai ma találkoznak a Bós Tiborral. Ez a kölcsön és hitel történt, ez engem annyiban izgat, csak kicsit. Tehát, hogy minden kölcsön az egy hitellel indul először. Tehát, hogy amikor aláírod a kölcsönszerződést, az mindeddig hitel, amíg nem folyosítják. Tehát legalábbis az én tudásom szerint így van. Tehát, hogy nem lehet csak hitel valami. Nem egészen, hogy én adok neked pénzt, az kölcsön, és nem hitellel indul. Hát mert nem úgy történt, hogy írtunk egy szerződést, és még bizonyos feltételeknek teljesülnie kellett ahhoz, hogy folyosítsak neked. Tehát ha én így odadom neked, az kölcsön. De egy bank vagy pénzügyi vállalkozás... Az hitellel indult valóban, mert az Argenta az hitelt kapott a Rafitól. De nekem már csak kölcsön tud adni. Mert ugye azt mondják, hogy a kétszintű bankrendszerben minden hitel az pénzteremtő hitel. És az Argenta nem jogosult pénzteremtő hitelt nyújtani. Többek között onnan is tudjuk, hogy nem, hogy ugyebár nem vezethet számlát. Nem gyűjt betétet, nem vezethet számlát, tehát ő egy pénzügyi vállalkozás, és állítólag ez semmilyen pénzügyi vállalkozás nem adhatta volna ezt a úgynevezett devizalapú kölcsön. Egyébként ilyen erre utaló megnyilvánulásai voltak az Argenta ügyvédjének is, mert ő elmondta, hogy ez egy ilyen, nem azt mondta, hogy illegális, de azt mondta, hogy ez egy ilyen szürke területe a jognak. Tehát a Bós Tibor szerint ezt azért merték megtenni a pénzügyi vállalkozások, mert abban biztak, hogy nem fog kiderülni. Jó, hát bár úgy lenne, mert akkor rögtön szabadulsz. Hát bár úgy lenne, igen, mert akkor ebben nem csak, hanem hát gyakorlatilag ugye az összes úgynevezett sevizás egyharmadát ki lehetne ezzel lőni. Tehát, és aztán utána, tehát akkor ez már egy rés lenne akkor, és aztán utána meg lehetne. Akkor valószínűleg már ugye a takarékszövetkezet, mert az sem pénzteremtő hitelt, az sem nyújthat. Tehát akkor már valószínűleg ott is lehetne keresni, és aztán utána meg mennénk tovább a bankok felé, mert ugye a bankok sem.
Tehát ott meg ugye ez a, ott más egy picit a tényállás, de hogy az is teljesen jótlan volt, jó jelenés volt. Ha nem hoznak egy új törvényt, hogy visszamenőleg mégis csak lehetett. Lehet, hogy holnap Trócsányi... De azt nem tudják, azt nem tudják törvénybe foglalni, hogy már pedig a banknak volt árfolyam kitettsége. Mert a banknak nem volt árfolyam kitettsége. Tehát ő hazudott. Hát igen, csak... Ez volt a jogcím, ami miatt ugye tőlünk veszett az árfolyam. Csak hadd provokáljanak még egy kicsit, és már is Krisztián, és mindenkit, aki még hisz ebben, ne lehet, hogy nem hoztatnak új törvényt, de akkor feláll Darák Péter, vagy nem is áll fel, mert ahhoz bunkót átül, és azt mondja, hogy hát gyakorlatilag, ha ezt így most hagynánk, akkor egy pici dolog miatt nagyon nagy veszteség érne a bankokat, ezért egy jogegységi döntést hoztunk, miszerint teljesen mindegy, hogy joguk volt rá, vagy nem volt joguk, akkor is ez így van, és mindegy, hogy volt árfolyam kitettségük, vagy nem, de ezt önök úgysem érthetik, akkor is rávoztak. Kész. Tehát, és hogyha ezt mondja Darák Péter, akkor már csak az a kérdés, hogy miért nincs elvágva a nyaka. Tehát ez így benne van, tehát én örülök annak, ha sikerül. Ezzel egyetértek, tehát nincs, szerintem nincs közöttünk. Igen. Nem is azt mondtam, csak provokállak. Igen, azért provokállak, mert sok, tehát rajtad keresztül sok embernek kell azt észrevenni, hogy rendben örüljünk, tehát én nagyon örülök, ha mondjuk te, mint első fecske ezzel megszabadulsz, de hogy a 15. már nem fog megszabadulni, mert a tied után úgyis hoznak egy új törvényt vagy jogegységit, az már egész biztos, de nyilván menni kell minden úton tovább, darálni ezt az ügyet, mindaddig, amíg egyre több embernek eszébe nem jut az, hogy ha valaki odajön a házáért, akkor belevágja a vasvillát, és egyébként ne fizessen, mert a házáért csak úgy jönnek oda, és akkor nem jönnek oda, tehát akkor nem mernek oda jönni a házunkért, nem kapnak egy fillért se, nekik marha szar, hogy van egy nem teljesítő hitel a könyvekbe, ki fogják majd írni onnan. És akkor így működik, Krisztián. És azt akartam még mondani, hogy akkor ne feledjük, hogy mit ismert az az ügyvéd, hogy fekete tevékenységet folytattak, mert szürke úgy lesz valamit, hogy először fekete, és addig hipózgatják, hogy szürkévé válik. Igen. Jó. Szóval az biztos, hogy a bizalmunk a gazságszolgáltatásban már rég oda van, meg ha egyáltalán volt. Tehát azért mégiscsak valahogy meg kell lett. Nekem muszáj volt beadnom a pert, ugye, mert aztán végrehajtás, meg kellett ugye nektek. Ne is beadtuk, hát nem ez a probléma, hogy nem kell beadni. Csak ne higgyünk abból, hogy csak önmagában ez, bár hiába találnak ki akármit. Hiába van egy mindent megdöntő bizonyítékunk. Hiába hisszük azt, hogy igazunk van, mert tudjuk is, hogy igazunk van. Tehát ez önmagában kevés. Mindegyik kevés, és amíg el nem hiszi a Darák Péter, el nem hiszi a Bellman György, és az összes bankár, hogyha túlfeszítik a húrt, akkor el lesz vágva a nyakuk. Tehát ezt kell nekünk megmutatni, hogy idáig el tudunk menni, és hajlandók vagyunk elmenni, de szerintem ez a csapatnak nem kell már bizonyítani, viszont az összes többinek igen. Tehát azoknak az embereknek, akik például abban a filmben szerepel, nem tudom, ma láttátok-e, kikerült a harmadik része annak a filmnek, amit a Civil Multimédia csinált, azok az emberek, akik ott dumálnak és csak dumálnak, tehát addig, amíg csak dumálnak, ezek azt mondják, ezek csak dumálnak. De abban a filmben azt hiszem, hogy egyetlen egy ember szerepelt, akiről tudják, hogy meg is teszi. Bocsánat, de szerintem én voltam. De csak azért tudom, mert itt voltatok velünk, és még nem készült veletek riport, de majd lesz. Tehát én ebben biztos vagyok, hogy igen. De a filmben egyébként már az előző részekben szerepeltetek, bevágásügyileg, illetve a bíróságon szerepelt, aztán talán Györgyike volt a bíróságon, illetve a tüntetéseink. Tehát amivel azt mutatok, igen, és van egy olyan csapat, aki meg is teszi, és vannak a többiek, akik nagyon okos dolgokat találnak, írtam is, szuper jók, és önmagában mindegyik alkalmas lenne arra, hogy lesitteljék az összes mocskok, és hogy kártérítést fizessenek, de addig, amíg csak azt mondjuk, hogy tuti, hát ez biztos, hogy így lesz, hát ne vicceljetek már, hát megnyerjük. Nem nyerjük meg. Tehát nem lehet szóval legyőzni egy ilyen komoly hadsereget, hát ez teljesen fölösleges is elhinnünk, és én azért nem nagyon örülök ezeknek a nagy összejöveteleknek, meg hogy embereket szédítünk megint nagy termekbe, ugye a választás közeledik, azt ne felejtsük el, és úgy mennek el, de jó, megmondtam, milyen ügyesek voltak, tuti győzünk, mert már megmondtam, már még egy ügyvéd oltott, meg még két közgazdát, és most már politikusok is itt vannak. És akkor hátradőlnek, meg vagyunk mentve, de jó, meg lesz oldva, hát olyan jó megmondták. Jó megmondták, na de csak megmondták. És amikor a végrehajtó jön, akkor nem mondhatod, hát én ott voltam azon a gyűlésen,
valahol valamelyik városban, és megmondták, hogy nem lehet, amikor azt mondta, nekem meg papírom van róla. Na, igaz, hogy én írtam, de akkor is van róla papírom, nem? Na most lesz Szegeden valamikor. Tudom, hívtak is. Ilyen konferencia, vagy nem tudom. Hívtak is annak idején. Amit nem, tehát eddig volt én amikor azt elolvastam, akkor azon gondolkoztam, hogy még mit beszélgetünk. Igen, igen. Tehát, hogyha tényleg ott egy csomó ember meg fog jelenni, az miért nem megy ki az utcára, aki hajlandó egy ilyen valahova elmenni? Fogjanak össze, azt menjenek ki az utcára. Így van, így van. Törjenek be egy bankrakatot. Egy tünti 2000 forintba kerül, egy Szegedre menet a 20-ba. Így van, pontosan. Tehát ez ezért, mondom, most megint megpróbáljuk újraindítani, de ez előbb már megállt. Nem baj, offline megy. Oda sem fognak elmenni, aki nem jött itt, az oda sem fognak. Hívtak már volt, aki felhívott, hogy mi megyünk-e, mert beülne szívesen a kocsiba. Tehát ilyen is volt már. De ezzel nincs, hát mert hogy nincs, neki nem volt már tubara. Sokan, én tudom, hogy sokan mennek egyébként, de már a szervezésbe is hívtak, hogy és akkor ott felszólal. Hogy akarok én Szegeden felszólalni. Majd amikor mondtam neki, hogy ha Szegeden csináltok 3-4 tüntetés saját magatok, és utána lehívtok, hogy csinálunk valami nagy balhét, na akkor szívesen, tehát ott szívesen felszólalok, ott szívesen zavarunk el bankárokat, hogy szívesen megyünk be bejelentés nélkül a bankokba, tehát ilyeneket szívesen. De hogy én egy nagy terembe osszam az észt embereknek, és jó megtapsolok, milyen jó megmondta, hát ilyenre nincs szükségem, tehát én ezt nem kívánom. Hogy? Megpróbáljuk el? Figyelj, most megint megy. Tehát most megint megy a közvetítés. Neked mennyi gigád van? Ja, meg a más kategória. Ja, hát akkor ne, hát ezen 2 giga van elvileg, úgyhogy ha ez nem, akkor most megint magához tér. Majd utólag megnézzük, hogy jó, mi lesz vele. Aztán akkor marad az, hogy utólag a filmet igen lecseréljük, vagy azt letöröljük és adunk egy másikat. No, ami viszont jó hír, továbbra is jól pörög az oldal, ilyen heti 20-30 emberek jelentkeznek be új kedvelőként, ha nem adom a házamat mozgalom oldalra, tehát ez azt jelenti, hogy figyelnek minket, 5620 körül járunk. 4600, igen, már nagyon az 5000 jár az agyamba. Tehát elkülön járunk, illetve az előrések, tehát az a múlt heti nagyon nagy felpörgetés alig esett vissza, tehát akkor valami azért jól működik, és továbbra is figyelnek az emberek. Még mindig lehetne jobb. Sajtó tájékoztató négyzettségen 800 fölötti. Wow, szuper! Ez a Csány is, ugye? Igen. Amikor a Helleniről csináltuk. Igen, tehát ezt is lehet tovább pörgetni, és hozzászólni, nem mondom, a házamat mozgalom oldalon, tehát továbbra is az nagyon kellene, hogy ott egy picit pörgetni ezt a dolgot, illetve nagyon sokan szólnak hozzá, nem feltétlenül a szoros csapatból az én oldalamon a cikkekhez, ott érdemes lenne bekapcsolódni a beszélgetésbe, főleg akkor, hogyha mondjuk Csillát valaki bántja, mert teljes igazságot írt ki, tehát ott azért úgy nem ártott volna, hogyha a csapat egy kicsit, igen, bántották Csillát, előtte valakire ráugrottak előtte is, tehát ugye egymást azért kellene bevédeni, én azt gondolom, egy-egy hozzászólásnál, és ahol nem csak egy jó, ügyesen, tehát ügyesen kihúztad magad, tehát teljesen rendben van a dolog, csak több embernek, tehát lássák azt, hogy ebben itt az erő, és onnan indulnak a beszélgetések, tehát akkor lesz egy-egy cikk alatt jó hosszú beszélgetés, ha hozzáírtok, és ugyanígy a Hírranénán, ha nem adom a házamat mozgalom honlapján, a civil multimédián, a nemzeti civil kontrollon, tehát mindenütt, ahol rólunk jelennek meg cikkek, ott is írjatok hozzá, tehát mert akkor onnan még jobban megismernek, és akkor megismerek személyesen titeket. Hát mindannyian fényképpel vagytok a Facebookon, tehát legyen nagyon sok arca ennek a dolognak, és legyen az, érjétek el, hogy titeket is megismerjenek az üzletekbe, a benzinkúton, és bárhol máshol is tudják, hogy tik vagytok azok, akik vagytok. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát ezt a hozzászólásokat kellene egy kicsit még növelni. Aztán itt, amikor idejöttünk, láttam egy érdekes cikket, ide tettétek a laptopot, ide raktam oda, azért, hogy észrevegyem? Igen. Észre is vettem, megvallom, az előbb egy szemüvegem kilett. Mondta, hogy adjam oda neked, csak én elfelejtettem a laptopot. Én azonnal megláttam és feltűnt, újra tüntetek a hitelesek a bankok előtt, pénzügyek a demonstrálók végig sétáltak főváros egy részén, és a megemelkedett törlesztő részletek kifizetése ellen tiltakoztak. Egy cibbankos kép, és ami azonnal feltűnt benne, bár kitakarták, nem tudom miért gondolták, hogy ki kell takarni, mert lehet, hogy csak így homályos, hogy a Marci,
a nagyfiunk van itt, itt, de akkor még kisfiú volt. Ez 2013-as ez a kép, amikor Orbánnál tüntettünk. Ugye itt van még Tóthné Magdi is a képen, itt Dohos Évit látom, az is gyilkos, aki más öngyilkosságba hajszol. Fekete-fehér a kép, Sugi, Kriszta, hát őket most itt nem tudom pontosan ki. Nagyon homályos a kép, de ugye a rendőrök is itt vannak. Úgyhogy, és itt a cikk hozzá, hogy míg a kormányzat és a bankok a devizahitelekről tárgyaltak, dühös devizások tüntettek Budapest belvárosában. A néhány tucatnyi demonstráló bankfiókról bankfiókra járt, és bankellenes feliratokkal ragasztották le a kirakataikat. Az útba ejtett pénzintézetek erre az időre bezártak, hogy ne tudjanak a tiltakozók bejutni, de ennyiért az ügyfelek sem tudták az ügyeiket elintézni. A múlt pénteken Orbán Viktor kormányfő 12. kerületi házánál is tüntettek, a hitelkárosultak, emiatt a terrorelhárító központ lezárta a miniszterelnök otthonának környékét, és a biztonsági intézkedést még mindig fenntartják. Tehát 2013-ban is rólunk szólt már egy ilyen, nem tudom milyen újságból van egyébként. Nem tudom, a kezembe nyomta a tetszett. De nagyon jó, hogy ezt föltette. Én nekem erre csak Vaserbert jut eszembe, mert a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Tehát 2013-ban is, és ugye többen ott vagyunk, bár ugye itt nem, de tudjuk, hogy ott voltunk sokan ezen az akción, ha a képen nem is voltunk ott, de ott voltunk, és most is itt vagyunk. És nem változott a követelésünk. Teljes eltörlés, mert csaltak, átvertek, ezt használták fegyverként, tehát nem is fizetnénk vissza, semmi okunk rá nincsen. Azon kívül kártérítést, mert kárunk keletkezett, tehát nem adósok vagyunk, hanem károsultak, és az összes olyan kárt meg kell fizetni, ami abból keletkezett, hogy több pénzt vettek el, mint amennyit kellett volna. Nem elég annyi, hogy jóvá írtuk ott a késedelmi kamatokba, az anyjuk picsáját, azt akkor járt nekünk, akkor nem kellett volna elvenni, és ha én akkor nem tudtam magamnak vitamint venni, normális kaját, nem tudtam elmenni nyaralni, nem tudtam a cégemet reklámozni, nem tudtam kifizetni az alkalmazottamat, és ez ugye mindenkire igaz, akkor nekem károm keletkezett. És nem biztos, hogy csak annyi károm keletkezett, amennyit elvettek, hanem lehet, hogy ennek többszöröse. És a kártérítés az nem az... Igen, biztos, persze, hát én tudom, mert remélem más is tudja. És ugye nem, a kártérítés nem arról szól, hogy visszaadom, amit elvettem, hanem megtérítem a te károdat, mert az eredeti állapotot már nem tudják visszaadni. Tehát nem tudják visszaadni, hogy én évente kétszer elmenjek Egyiptomba, azt hogy adják már vissza 3 évvel ezelőttre? Hogy adják vissza azt, hogy nem tudtam siklóernyőzni, nem tudtam új kájtot venni, hogy sokkal kevésbé biztonságos autóval megyek? Ezeket nem tudják visszaadni. Ennek összege van, ez jelen pillanatban ketten, nagyon nagy lelkűek vagyunk, nem fejenként, ketten 60 millió forint, úgyhogy természetesen a bankkövetelését meg nem fizetjük meg. Mindenki számolja ki, hogy mennyi az ő követelése, és ezt igenis írja meg a bankjának, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A jóváírásod, amit említettél, hogy jóképűen jóváírták, de elfelejtettek kamatot, késedelmi kamatot, büntető kamatot hozzátenni, mit tudom én, valakinek 500 ezer forintot jóváírtak, és annak hol van a kamatja, amit 6 év alatt ellopott tőle, mert nem tisztességtelen elvette, ellopta, csalta, ellopta. Ezt mondjuk ki nyíltan. Mind a milyen. Úgyhogy még kevés is az a 30-30 ezer. 30 millió, bocsánat. Azt kell tudni, hogy egy évvel, tehát ez úgy volt, hogy 2012-ben az egyik házat odaadtuk volna, és a másik marad miénk. Utána azt mondtuk neki, hogy egy házat se kaptok meg, és nem fizetünk egy fillért sem. Majd tavalyi évben, január 1-én azt mondtuk neki, hogy oké, nem kaptok házat, nem kaptok egy fillért sem, és 20 millió forint. Csak hogy eltelt egy év, amit végig tüntettünk, hallottátok a múltkor a statisztikát, így ez most nincs ház, nincs pénz, 60 millió forint a kártérítés. Tehát, hogyha még sokáig szarakodnak, akkor ez az év azért hadlásul, és azon kívül pedig rohamosan romlik a látásom, tehát egyre erősebb szemüveg kell ahhoz, hogy el tudjak olvasni ilyeneket, úgyhogy mindenképpen. Tulajdonképpen én azt szeretném mondani, mi is felajánlottuk a banknak az egyik házat, amit megvettünk, és visszautasították, nem kellett nekünk. Hogy kéne, most már nem adjuk oda. Most már egyet csak kapnak, igen. Nekem tegnap írt a bank egy levelet, bocsánat, hogy és a múltkor decemberi levélben megemlítettem nekik, hogy hát majd a kártérítést is be fogom nem soká nyújtani az ellehetetlenülésre a felmondás után, és azt válaszolták, a kettőre nem válaszoltak, de az
kártérítésre azt válaszoltak, hogy ne is álmodjak róla, de hát a válaszom már kész van nekik, úgyhogy majd megutottál, hogy ők miről ne álmodjanak. Erről a Wall Street úgy énekel, hogy aki bátran ér hozzá, nagyot remél, az megkapja, ami jár. Ezek nem ismerik ezt a számot. Csilla? Krisztián. Én akartam mondani. És gondolkodjunk el rajta, hogy milyen munkabérért tüntetünk, amit ugye majd a bankok kőkeményen kell, hogy fizessenek. Hát hogy ne, meg az ottani költségeink. Bizony. Meg az, hogy ugye lehet, hogy már ott van. Kitetted magad annak, hogy kiröhög a szomszédod, hát ez milyen erkölcsi kár már? Engem tisztelnek és becsülnek, de... Ezt nem mondjuk nekik, de Várjál. Ezért van munkabér, ezért magasabb munkabér. Magasabb munkabér, mert ugye aki tiszteletre méltó az több. Illetve hát nyilván még le is kell neki kücsörögni, tehát ugye azt azért lássuk be, hogy a felelősségre vonás az nem maradhat el. És ugye a vagyonok elkobzása, tehát ne üljön a Csányi feleség, már egyébként lehet, hogy azért ideges ránk, mert tudja nagyon jó, ha Csányi bukik, akkor segge alól ki az MLMRC, segge alól ki a ház, a szomszédház, a mellette lévő ház, a Csillebérci úttörőtábor, és még ki tudja mi minden, tehát nincs tovább. És mehet le átcsorogni a főútvonalon mellé. Még akár is lehet, hogy ki tudja fizetni a 30 négyzetméteresnek a rezsijét majd, ami megmarad neki. Mert ugye nyilván mi nem hagyjuk őket fedél nélkül, tehát azért egy 30 négyzetméter valahol ott a falu, amit a Valók Béla épít majd fáradt. Laci, nem 6 négyzetméter a cella? Vagy akár 6, hát az a Csányi, tehát a felesége lehet, hogy meg a gyerekeim nem. Úgyhogy ez így benne van ebben a dologban. Milyen rossz lesz majd neki ülés nélkül biciklizni. Na, amiről már szeretnék még veletek beszélni, és hogyha valami még van, akkor szóljatok, léci. Az egyik ez a Uber mutyi, ami folyik most éppen. Aztán István felvetette, egy kicsit beszélgessünk megint végrehajtók-behajtók jogairól, hogy működik, tehát mikor mi történik, tehát ezt egy picit felellenítjük. Sokat beszéltünk már róla, de igazából Istvánnak vannak olyanok, akik azóta jöttek közénk, meg azóta néznek minket a neten, hogy erről nem beszéltünk. De egy valami biztos, és erre büszke vagyok, hogy pont ugyanaz van, amit mi 2 évvel ezelőtt mondtunk. Tehát ugyanúgy történik szó szerint, és gyakorlatilag ott nem tévedtünk semmit. Aztán Tóth Judit készült irodalommal, úgy tudom. Aztán egy picit az NNI-ről megint szeretnék még beszélni, illetve a tüntetési szabályzat, illetve ennek kapcsán a következő akciók megbeszélése, ami hogyha nem a február 2-a, akkor majd titkosban még egyszer rátérünk. Aztán Anita hozott egy dalt nekünk ma, illetve a február 2-ai tárgyalás és az ezutáni nagy balhé a városban. Aztán a március 8-ai tárgyalás biztos megkaptátok ti is mindannyian, hogy lesz olyan. Folytatjuk az irodaházast, abból nem húztad ki magad, úgyhogy... Szabina süti a tortát, de egyrészt nőnap, másrészt meg a születésnapon már, bocsánat, csak látja, hogy mikor van. Nem lesz már Szabina, nem, így értek. Zsuzsiért is, szuper! Ez azért jó, mert akkor új eljárás és leketyeg a 2 év. Így van, biztos vagyok benne, hogy kipöcköljük most már őt. Jó, akkor ez így jó van, valakinek van még témája mára, vagy ebben tudunk haladni, és számolhatom ehhez az időt. Jó, no, szóval akkor Uber Mutyi. Írtam róla 1-2 dolgot, a dolog úgy kezdődött, ha valakinek nem lenne teljesen egyértelmű, szombaton írt, majd fel is hívott valaki taxis körökben, hogy szerveződik valami, benne lennénk-e. Hát nyilván körbe küldöm, de ha hangsúlyos a Seviza hitel, akkor miért ne? Tehát nézzük meg ezt a dolgot, mert hogy nem csak a taxisok szeretnének, és el is vetették már az Ubert, bár arra indult, de ők úgy gondolják, hogy nem amiatt kellene tüntetni, de minden miatt, ami szar az országba, és ahhoz keresnek hozzáértőket. Hát jó, persze, hát nézzünk bele ebbe a dologba, hogy mi az. Majd kiderült vasárnap délután estefele, hogy küldtem nektek, hogy leszavazták. Tehát a taxisok úgy döntöttek, hogy csak ők, csak az Uber, mert hogy nekik kurva szar az Uber miatt. És mi arról beszélgettünk itt ezzel a sráccal és többen is, hogy de hát gyakorlatilag a taxisok nem az Uber az igazi probléma, hanem az, hogy ugye fölemelkedett duplájára, háromszorosára az autóhitelük, amit ők nem tehettek meg egy percig sem, hogy nem fizetik, mert akkor a munkaeszközüket veszik ki. Tehát mit csináltak? Még többet dolgoztak. Nem, mivel az Uber is volt,
nekik még többet kellett az utcán lenni, tehát nem az Uber volt a fő problémájuk, hanem az, hogy gyávák voltak mondjuk odaállni bármelyik tüntetésen is mellénk, és nem azt félteni, hogy de most akkor lehet, hogy nem lesz egy Uberom, mert két órát leülök velük sárga pólóba, hanem leült volna, és lehet, hogy már megoldottuk volna, vagy segítettek volna egy autós felvonulásnál, nem ránk dudálnak, hogy miért zártuk le a forgalmat, hanem beálltak volna a sorba, és mennyivel jobb lett volna, hogyha rádió riasztanak még 100 autót a mi 20 autónk mellé, de nem történt meg, tehát innentől kezdve nyilván az Uber miatt úgysem mentem volna, de ha ez nem működött, akkor nem is. Ugye ma kaptam ettől az ismerőstől egy levelet, ki is tettem, de valaki nem látta. Szia Laci, mivel a blokád nem az én célkitűzéseimnek megfelelő ok miatt zajlik, illetve még többen voltak a taxisok között, akik ezt így látták, ebben részt menni nem kívántam. Tisztelem taxisokat, de fától nem látják az erdőt, ha az embereket azért, mert olcsón szeretnének utazni, büntetni nem lehet. Az óriási dugók város szerte, hogy ez lett volna a büntetés. A kiváltó okok a jelenlegi korrupt vezetés, az egészségügy, oktatás és nem utolsó sorban az időzített bomba, a devizahitelek. Ami természetesen nincs megoldva. Ezek igazi problémák. Írom ezt azért, mert szinte mindegyik taxisnak van lakás vagy kocsi hitele, vagy nagyon egyszerűek, vagy nagyon jól keresnek és tudják fizetni a devizahiteleket. De akkor meg minek tüntetnek az Uber ellen? Szóval ez van, nem vártam más, csak reménykedtem, hogy ők lesznek az erős bástyák, és elindul végre valami, de nem. Jó egészséget, vitártát, elszántságot kívánok nektek és kis csapatotoknak. Tehát erről szólt a dolog, így zártuk le, és én is nem hittem nagyon, hogy ez így megtörténik, és most ez forradalom lesz, de a lehetőséget megadtuk neki. Nagyon sokan visszaírtatok, hogy igen, természetesen, hogyha lesz forradalom, akkor megyünk. Például Zsuzsi ma, vagy mikor tegnap, azt volt, tegnap szóltál, hogy hoppá, erről lehet, hogy lemaradtam, de viccelődtünk is vele. Meg megírtam, hogy ettől eddig nem érek rá, előtte, utána. Igen, Krisztián, is mondta, hogy neki dolga van, de... Nyilván, ha történik valami, ja. Tudom jó, hogy másképp alakul. Hogyha terepi munka van, akkor azt, amit megbeszéltem, el kell végezni. Előtte, utána mindet. És akkor Mány Péter akart ehhez hozzászólni, nem tudott ide eljönni, mert ez neki nagyon messze van, és kérte, hogy ezt olvassam be, mint az ő hozzászólását, és utána megyünk is tovább. Sziasztok! Nagyon örültem, amit ebben az émben olvastam a taxis anarchiáról, amit ugye utoljára küldtem. Szinte szóról-szóra ő is ugyanezt gondolta, és írt is erről valamit, hogy nem kellene menni. És akkor... És hogy miért kell ráakaszkodni egy olyan demóra, ami nem is igazi társadalmi problémát vet fel, csupán a saját pecsenyésítőjüket féltették. A kettős mérce nagyon irritálja, hogy mi miért nem tüntetettünk a taxisok, meg miért tüntetettek. És akkor, ha gondolom, akkor ezt mondjam el. Elmondtam, és akkor most várom a ilyeteket erről az Uber mutyiról. Persze, csak hogy akartok róla beszélni. Én azt gondolom erről az egészről, hogy ha oda megyek, mint devizás, akkor megtámogatom a taxist, hogy tudja fizetni a további devizahitelét. Tehát elmegyek az Uber ellen, akkor az embereknek nem jó, mert többet kell fizetni a taxizásért. Ő neki több bevétele lesz, ha nem lesz az Uber. Kényelmesebben befizeti a bankot, és én még 3 évig harcolhatok a bank ellen. Igen, akkor most akkor... Hogy nem segít a sárgának. Ez az. Jaj. Én ezt láttam ki ebből az egész, hogy ezért nem kellett ott lennünk. Én meg azt látom, hogy ez egy kormány által szervezett műbalhé volt meg. Igen, ennek ma már ilyen szakom van. Látom, hogy a nagy. Amit tegnap nem mondtam, van, hogy, az alapító, hogy ők már harmadik napja holnap ott lehetnek. Ez egy bejelentő. Mindent lezártak, mi meg 2 percig sem voltunk ott. Tehát ebből még, amit beszéltünk, ha a bíróságon elmeszelnek, nagy balhét fogunk csinálni, az biztos. Mert ezt én nem fogom hagyni, hogy a kettős mércét ennyire érvényesítsék velem szembe. Ha már itt tartom, én javaslom, hogy előtte, de ne várjuk meg, hogy elmeszeljen Szabina, ezt előtte fel kell dobni ezt a témát, ugye a kettős mérce, tehát a jegyzetemben már megvan másodikára ez. Nyilván Szabinának nem fog tetszeni, miközben a két dolognak egy, mert hogy kezdődik a dolog, hogy 15 percre csináltunk volna egy útszakasznak a lezárását, majd 15 perc szünet, és utána egy másikat, ezt nekünk megtiltották, ebből alakult az a tüntetés, ami miatt ugye ott vagyunk a bíróságon, ők meg lezárták ott a egész történetet, tehát sőt, ők körbe lezárták az Andrássy. Két napra. És
ugye most már nem körbe van lezárva, de akkor is elmennek a picsába. Meg tudjátok, ami nagyon fölháborító, hogy ez nem egy országos méretű probléma, ez a taxizás. Hát a New Yorkban kb. 6000 taxi van, nálunk meg csak Pesten nem, vagy nem tudom hány ezer taxi. Teljesen fölösleges ennyi. Ugye a kormány holnap hajlandó, vagy ma, azt hiszem holnap hajlandó velük tárgyalni. Tehát hogyan? Mi az Isten van itt? A devizetárgyalás. Azért álljon meg a mellett, érted? A másik meg, ami marhára fölbaszta a csőrömet, az összes média ott állt sorba, azt nyalta a seggüket, érted? És amit írtam, mondjuk, hogy írtunk a sítről, ugye azt is le kellett volna közvetíteni a médiának. Baszott oda jönni, érted? Mert a média is a kormánynak a valagát nyalja, egymásnak a seggébe bújnak, érted? Ezeket a taxisokat sem használom, mert ez egész egy nagy cirkusz, na, egy ilyen reklám, vagy mit tudom én, minek fogok. Figyelemelterelés valami. Valami, így van. Van. Igen. Hát most szavaznak. A terrortörvényről azért lássuk be, hogy... A szükségállapot, Hallottam ma egy faszit, egy taxist, hogy nekik mennyi kiadási problémáik van. Ugye taxis vizsgát kell tenni, városi vizsgát kell tenni, párvizsgát, ezt, azt, amaszt, amaszt. Én kisvállalkozó vagyok, nekem mi a lófasz kell ez? Fizetem a kamarai díjat, fizetem az iparűzési adót, műhelyt kellett csinálnom, állóeszköz kellett velem, embereket kell alkalmazni, kifizetni. Velem ki a lófasz foglalkozott, ez a személy tettük kormány csak lehúzta, már amikor 90-ben megalapítottuk a cégünket, az első 3 évben nem tudtam egy rohadt fillért se visszaírni kedvezményből, már akkor tönkretettek, érted? És akkor most itt javajognak, hogy nekik ez a probléma, meg mindenkinek van problémája. Drága Felik, én azt szeretném kipoentírozni, imádlak, szeretlek, hogy most ez a szerintem egy alapvető probléma, hogy most fújjunk esetlegesen, nekik ez egy borzasztó nagy probléma. Akkor miért nem jöttek oda Juditkám, amikor ott basztuk a rezet az úton, akkor kiintegettek, hogy mi az anyátok picsát csináltok. Most ugyanazt csinálják ők, érted? Igen, tehát ők nem álltak ki mellettük, hanem ott akartak, hogy mi a fasz csináltak. Nem menjünk le arra a szintre. Nem arra a szintre. Nekik ez egy iszonyatos nagy probléma. Ha iszonyú nagy probléma lett volna, akkor, hogy a Lacinak felajánlották, hogy menjünk el, akkor miért fújtak le minket? Hát igen. Na látod. És ugyanez van a tanárokkal, ugyanez van a tűzoltókkal, a rendőrökkel, az egészségügyben. Mindenki magának sütögeti a pecsenyét, senki ne jöjjön oda. És ugye megnéztem ezt a 24.hu fölvételt, amit ott csinált a fickó, olyan zűrzavar volt, azt sem tudták, hogy mit akarnak csinálni. Igen, egyik a másik kacivakodott, ott balésztak. Az a legnagyobb probléma szerintem, hogy az emberek többsége, az a kevés hányada, akiknek nincs se vizahitelük, egyszerűen azt nem értik meg, de hogy ez van, az egész gazdaságokat tette tönkre, ez az átkos, ördögi, kiagyalt hibrid valami. Ezt nem értik. És gyerekek, hallom a tarifákat, tehát olyan horribilis áron szállítanak, hogy megfizethetetlen. Ő dolguk, nem az ő dolguk. Nem, mert te utazom. Hát marha jó. Én busszal utazom. De sárga busszal. De de amúgy meg piac van, miért nem követik ők is? Azt a sok sárga szint, meg mit tudom én milyen vizsgákat, meg mindent írják, írassák az adóból. Szeretettel higgyétek el, sokkal jobban meg tudunk mindent oldani. De mi nagyon szeretjük őket, Judit, félre ne érsz. Nem arról már szeretjük. De erről nincs szó, gyűlölködünk vagy valami. Nem gyűlölködünk. Így szeretem őket. Az a kettős mérce, amit mondott a Ez Fendi. Viszont erre nagyon kíváncsi leszek, mert ezen van a hangsúly. Nekem az a hangszöget ütött a fejemben, hogy mi ott lehetünk körülbelül negyed órát, mire összeszedtek minket, és ők szépen elfoglalták, és elfogadták azt ugye, hogy spontán tüntetés. És Judikám, hány szó volt felszólítás? Minket azon basztatnak, hogy háromszori felszólítást motyogtak ott el, ami nem is volt. Őnekik meg azt, hogy a kormány akkor tudomásul veszi. Igen. Most én nem akarom elhinni, ha szét akarták volna verni ezt a bandát, hogy számított a 150 autó. Ugyan már csak duma. Nem számított. Nem. Nem akarták. Nem, hát valamiért nem akarták. Hogy ezt a sevizahitelt egyszerűen senki nem fogja kimondani, hogy ez csalás volt. Mindenki kimondta. És mi is se történt. Mindenki kimondta. Hát a politikusok kimondták. Korábban más kérdezettek. Judit, már ott elismerték, még a visszaírtak a bűncselekményt. Már ott elismerték, hogy a csalás volt.
választás előtt. Tehát tulajdonképpen megmondom őszintén, én nagyon fő voltam tegnap háborodva, azt hittem, hogy fölrobban az agya, mikor hallom ezt a hülye hírt, hogy és akkor tudod, hogy az egyik utat szabadon hagyták, jó. De az nem is igazi útlezárás akkor. De amikor már elfoglalták, és ott látom a fényképet, mondom, Monika, hogy gyere már, nézd már meg, mi van itt. És ezeknek szabad, nekünk nem volt szabad. Hát igen. Ti tudjuk, hogy koncepciók ki azok, meg kitöntetéskat, mert még mutatok. Hát igen, az azért, hát igen, azért kell az igazunkért tényleg mi? Kiállni, mi? Mert annak előbb-utóbb felszíne kell kerülni. És azért... Tehát úgy, ahogy a Laci is említette, meg itt említették páran, ezt igenis most fel kell használni arra a dologra, ami majd most folyamatban van. És nagyon fel kell használni. És hogy kevesen voltunk. Ugye kiszámolták, hogy van 19 hely a fogdán, és elvittek minket, annyian voltunk. A taxisok többen voltak, nem fértek volna be a fogdába, akkor hagyták. Nem, a taxisoknak illunk engedélyük volt, ugyanis nekik, tehát ők 3 napra kaptak engedélyt tüntetni. De hát a kormány még nem szabított, azoknak a szavaiból azt lehetett kivenni, hogy eredetileg is bejelentették, hogy volt. Hát és egyeztettek a rendőrökkel arról, hogy ők akkor nem csak a tegnap, vagy a igen, hétfői napon maradnak, hanem maradnak szerda évén. Hát akkor össze-vissza beszélnek. Egyeztettünk, és menjünk meg elköszönöm. Hát még az is lehet. Na jó, de érted, de minket elvittek. Őket meg nem vitték el. Tehát azért lássuk, hogy van itt egy hatalmas különbség. Ugye azt valóban észre kell venni, hogy az egész semmi más. Vagy legalábbis a vége is, én el tudom képzelni, ezt előre így mutyítszták ki, hogy ez egy Uber reklám volt. Hát ugye az Uberben benn van a Trócsányi, az egyértelmű, ugye ő ezt már nyáron tagadta, hogy ő nincs benne, csak a cége. Ez az ügyvédi irodája, és ő semmi igen ezt mondta, amit most itt mondasz, hogy ő meg semmiről nem tud, hogy az irodája mit csinál, tehát azt nem tudja, és ugye azt nem tudhatja, hogy hány politikusnak van benne pénzbeli érdekeltsége az Uberben. Most gondoljátok el, hogyha az Uber felfutott emiatt, vagy felfut emiatt, akkor nekik mennyivel jobb lesz. És mi van akkor, hogyha ez ugyanígy egy nemzeti történet lesz, mint a dohánybolt. Hogy majd taxitársasága, Uberje, meg ilyen egyéb dolga, csak mondjuk a Fidesz mutyisoknak lehet, mert zárjegy lesz majd mindenkinek a seggén, aki utazik a taxival. Tehát ugye ez most így... Ez valami... Igen, monalkód. Úr, ezt látja, húzó, tehát az, hogy ez egy jól megszervezett, ez olyan, mint a Kásleres tüntetés volt annak idején, amikor ugye nem vette át a petíciót a köztársasági elnök, mert hogy nem volt benne, és akkor spontán most leülünk az asztórián. Tehát azért, aki már csinált ilyen tüntetéseket, az látja, hogy ezek nem azok. Tehát ez... utána a rendőrök mondták, hogy ez be volt jelentve. Igen, igen, tehát azt ugye megkaptuk a rendőrségbe, Kásleres bejelentett tüntetés volt. Tehát. Csak nem tudom, hogy spontán. Utána még eljátszották azt is, hogy felíték. Elhárt. Igen, mesztelenül porázom vezetni. Azért senki nem akart mesztelenül vezetni, pedig ugyanott voltam orvosi vizsgálaton, és senki nem beszélt róla, hogy itt ment egy Kásler mesztelenül rohangáltatóra. Engem meg nem vezettek, úgy akartam, hogy rohangáltatóra. Azt én is azért üzenet nem is beszélve, hogy az egész én a saját szememmel, tehát én tapasztalom, hanem nem hallottam. Hanem találkoztam, mert a kutyát sétáltattam. És ugye mivel ott lakom, a Gyorskocsi utca, egészen nem a Gyorskocsiban lakom, csak közel hozzá. A tűszomszédságában. És a Femtérnél jött kifelé, hátulról a Gyorskocsi utcából a Kásler. És mondom neki, hogy na mi van Ápikám, mi újság? Azt mondja, nem olvasod a honlapomat? Most jövök a rendőrségből. Egyedül, gyalog,
onnan kis, szerintem csak besétált a gyorskocsiba, és a másik oldalán meg ki. Tudod, mikor volt Igen, és ott voltunk a harmad utcában, senki nem lett volna az elhoz. Pedig még szóvá is tettétek. Na, taxisokkal kapcsolatosan. Ugye így azért teljesen összeállt a kép, mert lássuk be, hogy miért nem hívtak oda végül is minket. Ennyi. Mert nem engedték meg nekik. Igen. Ja. Nem erről szólt a dolog. Ugye nyilván nem mindenki volt, sőt, az nagy része nem volt beavatva az igazi sztoriba. Néhányan, akik föltüzelték őket, az szívott volt. Föl téged, aki nem volt. Aki nem volt, igen, az szívott engem. És ugye teljesen szomorúan nyugtázta, hogy leszavazták azokat, akik tettek volna. Még lehet, és ezek többen is voltak, csak aztán jöttek, akik lebeszélték őket erről a dologról. Úgyhogy most marad ez a üveres. Mondom, nem engedték meg nekik, ennyi. Így van. Ugyanúgy, mint annak idején, hogy az EU dolgozók sem akarták, amikor egy helyen volt a tüntetésünk, tehát érintette volna egymást a két tünti, és akkor ott találkozhattunk volna, és ki tudja, mi lett volna. De azt mondták, nem, tehát ők csak az EU. Mert és látod, meg. Most már szakszervezetekkel tárgyalnak, akik ugye tudjuk, hogy valahonnan kinevezettek és irányítottak a szakszervezeti vezetők, tehát ők nem valódi civilek, hiszen pénzt kapnak, érted? Tehát mindig gondoljuk el, hogyha valaki a hatalomtól pénzt kap a tevékenységért, akkor ő már nem lehet soha. Hát lekötelezettje a hatalomnak, így van, és azt a pénzét félteni fogja, hogy megkapjam később is, mert nem a tagságtól kapja a pénzét, hanem a hatalomtól. Tehát ugyanígy így ők sem. De például a százhalombattaiak, ez is mondjuk egy próbája volt, hogy ez egy civil szerveződés, mert akartak minket. Tehát az azért egy teljesen más történet volt. Valóban alulról indult, és reméljük, hogy eredménye is lesz, tehát ezt majd meglátjuk. De az újságjuk, amit olvastunk is, meg a tévéjük, az már fél labanc, úgyhogy... Az már így van. Hát az mindegy, tehát maga a történet ott van. Az ilyen kérdés, hogy a következőre majd akarnak-e majd minket, mert ugye még az is lehet, hogy esetleg majd már nem lehet, hogy ott legyünk, vagy nem engedik nekik, hogy ott legyünk, vagy felszólaljunk, akkor majd megtudjuk azt, hogy lefeküdtek hatalomnak, vagy nem feküdtek le. És hát még az is lehet, hogy ez az egész terelés, ahogy beszéltük erről a terroros kijárási tilalmas törvénnyel kapcsolatban, hiszen valahogy mostanában fognak erről szavazni, vagy nem szavazni. És akkor lesz már indok. Hát indok is, meg ugye nem ezzel foglalkozik most a sajtó. Tehát gyakorlatilag most ez nem lett volna ez a taxis balhé, akkor a hétfőket szerve azzal telt volna, hogy mindenki azzal foglalkozik, hogy most megszavazzák, nem szavazzák, a Jobbik most beáll-e a kétharmadba, nyilván beáll, tehát ez így van. Csak mit csinál az összes sajtó? És ugye így, amit mondtál, tehát ezért volt kivezényelve minden sajtó, és reggeltől eztig ez folyjon, hogy taxis, senkinek ne jusson eszébe írni mondjuk egy cikket erről, hogy milyen szörnyű is lesz az, hogyha ezek megszavazzák, és gyakorlatilag mondhatják azt, hogy figyeljetek, akkor igaz, hogy van egy bejelentett tüntetésetek, amit tudomásul is vettünk, de terrorveszélyre hivatkozva nem tartatjátok meg. Könnyen lehet, hogy a Képli Katalinos fenyegetés annak idején ennek a próbája volt már. Ugye azt mondták, hogy közénk hajt autóval, emlékeztek erre a dologra, azóta is pontosan nem tudjuk, hogy mi van az ügyen, csak sejtésünk van, és lehet, hogy már ez a próbája volt ennek a dolognak, hogy a következő tüntetésnél földobnak valakit, egy talán nem létező személyt, aki megfenyegeti a tüntetést, hogy ott majd bombát fog robbantani, ők meg betiltják. Mert be lehet. Tehát mondhatják azt, hogy figyelj, itt van, kaptunk felhatalmazást, bármikor betilthatjuk. Mint ahogy ugye a, nem tudom, Belgium vagy Hollandiában a szilveszteri tűzijátékot lefújták, meg minden egyet, tehát bármit megtehetnek. Tehát így kerítik ki maguknak ezt, úgyhogy közben egyébként az emberek észre sem veszik, hogy orvára óvó ezek az überes taxisok, 120 autóval megkaranybalhét csináltak, sem ekkorát gyakorlatilag, mert ugyanúgy megy a történet. De ők már uberesek, tehát én attól azt gondolom, hogy nem anti-uberesek, hanem pont az Uber mellett tüntettek, csak nem tudták. Tehát a saját fizetésük ellen tüntettek, gyakorlatilag azzal, hogy nyomták a reklámot a konkurenciának. Ez a legjobb reklám. Így van. Azért ne felejtsük el, hogy ez a figyelem elterelő, amiről itt beszélünk, hogy ez csak ilyen álcalt tüntetés, meg stb., hogy mikor a földtörvény ugye nyilvános, és utána már adták is a földet, mi volt a migráns akció volt végig. Igen. És keményen nyomták, abban a földet úgy valahogy adogatták, és utána meg már árulják, hogy kész. Igen, és mit csinál a szegény ember most, és várja, hogy bérelhesse majd a kis földet valakitől.
földes urak. És mindig ez megy. És hát, hát egész, tehát olyan, olyan területek, ahol, ami egyik, ha milyen volt, tehát mondjuk egy természetvédelmi terület, ahol bementél kirándulni, fürödni, stb. Stb. Ez most valakié. És ez csak azt mondja, figyelj, most már ne gyertek be. Igen. Hát vagy a felcsút környékén, ugye, hogy nem tudnak elmenni a saját földjeikre az emberek, mert ezen csak egybe szántotta az egészet. De ilyen, ami a királyságokban sem volt, tehát mindenkinek volt joga, még ha nem is volt út hivatalosan, akkor is bejuthatsz a saját földedre. Tehát azt nem lehet elzárni. És hiába, hogyha most gondoljátok el, van ez a hatalmas nagy traktorja, beszántja itt egy méter mélyen, és ő már kis traktorjával nem tud bemenni, mert elakad. És nem mehet keresztül. Hát azért vannak a minden földnél, amikor néztek egy légi felvételet, látszik, hogy táblákban van szántva. De az azért van, hogy a két tábla között mindig van egy kis út. Tehát vannak ezek a földutak, ami egyébként valakié, de nem fogja beszántani, mert hogy hagyd menjen a másik is be a földjére, leszed szántani a bármi egyebet megcsinálni. De ez nem, ez fogta magát, és beszántotta az egészet, ami az övé. Mondnám, hogy majd megveszem azt is, amit eddig nem tudtam megvenni, mert úgyis eladják, mert nem tudnak bejönni. Tehát azért ez így egy nagyon nagy buti. Persze azt mondom, hogy azok a gazdák is elmennek a büdös picsába, hiszen egy ember vette meg. És hányan vannak, és hány villájuk van, és hány kaszájuk. Miért nem vágták el a torkát? Miért nem szedték le a traktorost, aki szántotta egybe az egészet a traktorról? Mint ahogy ugye, tudjuk Marikáról is, hogy be van készítve a vasvilla, Ilonkánál meg a robbanó anyag. Nekem macsétám van. Macsétám van. Nálad meg a macséta is, teljesen. Nálam Nepkúcs. Vasvilla, így van. Nem, rongyban. A rongyban tegyen. Tehát ezen múlik a dolog, hogy most kiállunk az igazunkért, vagy nem állunk ki, vagy csak hőzünk, és baromi jókat szerepelünk filmekbe, és ott nagyon jól tudjuk tenni. Egyébként meg, ha ilyen tüntetések vannak, akár azt is megcsinálhatnánk, mi tüntetése. Néhány, kimegyünk 5 percre, keresünk egy kamerát, csinálunk egy fényképet magunkról, megesszük az összes kaját, megisszük az összes teát, és csáljunk. És azt mondjuk, ott voltunk, tehát ha véletlenül jósul ki belőle, mi ott voltunk. Arról a papírunk, nézzük fényképp arról, ott voltunk. 5 percesnek akár ki is mehettük volna. Egyébként vannak olyan 5 percesek, akik fölhívtak. Figyelj, kijöttem, jöttök ti is, mert mi itt voltunk. Nyilván azóta sincs. Mondtad, minden. Hogy csináljanak fotót, és tegyék föl. Fényképeket, igen. Az aznapi újságban. No, és akkor menjünk tovább, végrehajtók, behajtók. Jó? Ez egy megint aktuális kérdés. Aktualitását az adja, hogy Istvánt megtalálták a behajtók. Eladta a... Az nem derült ki István a levelezésedből, hogy a követelést is eladta, vagy csak a behajtást. Audio input. 3-6-3-0. Várjatok, mert itt valami... Kommunikálni, de mindennek kapcsolt ki a hangszorót. Jött egy bejövő hívás, és a hangszorról bebogta, hogy milyen számról jött a hívás. Kapcsolt ki a hangszorót. Ez érdekes. De nem kapcsolom ki, mert az még ma fog kelleni mindjárt, és addig kikapcsolhatom igazán. Tudod miért? Brutus. Igen, most mindenki össze van kötve, de egyelőre még megy a közvetítés, előtt kicsit megállt, és még mindig megy. No. Szóval a végrehajtó, tehát hogy eladta a követelést, vagy csak a behajtást adta? Nem, ugye az én ügyem még ott tart, hogy ugye a bank felszólított, hogy stb. És kiadta ennek a Szigmának, mint eszközkezelő. Azt se tudom, hogy most nem ez eszközkezelő. Követeléskezelő. De hogy meg is vette a banktól a követelést, vagy csak ő a behajtó, tehát megbízta azzal, hogy hajtsa mert hogy ő csak a részleteket követeli egyelőre. Jó. Tehát azokat a havi részleteket, amivel csak a behajtás. Jó, tehát akkor gyakorlatilag megbízta, hogy hajtsa be azt a pénzt. Tehát mint ha én nekem tartoznál, én megbíznám mondjuk a brackós Zsuzsit, menjen oda, verjen jó pofán, és gyűjtse be a lóvét. Tehát körülbelül ennyi a történet. Tehát így néz neki a dolog. Tehát gyakorlatilag az, aki téged felhívott telefonon, aki neked hagyott ott levelet állítólag, aki esetleg majd... Postán küldtek először, de nem ajánlva, majd szombaton, ugye péntek este még nem volt semmi a postalálába, tehát ő szombaton bejött úgy a lépcsőházunkba, hogy fölcsengetett valakihez, hogy Veres Istvánnak szeretne levelet bedobni, de biztos megnézte a sárga ajtómat is, úgyhogy tudod, ami fel van díszítve, és aztán visszafordulhatott, mert hozzám már nem mert jönni. Mm. És a levelet meg úgy bedobta csak a ládába. Jó. És az meg van. Hát, hogy fizessél, tehát gondolom. Hát, most István, figyelj! Most figyelj, volt, hogy csak egy borítékban ő beletette a levelet, és úgy adta oda. A boríték le volt zárva, nem volt címedve, semmi. Ja, akkor azt személyesen kaptad meg. Személyesen miért látogatni. Valóban azt hozhatta a szomszéd is. De otthon bajtál egyébként, becsöngeted? Nem, hozzám nem.
Lehet, hogy hallottam az ajtó előtt a szuszogását, nem tudom. De hogy ő volt, nem tudom. Akkor erről beszéljünk egy picit, jó, hogy hogy is van ez. Mert nyilván ilyen még lesz újabb és újabb. Valószínűleg még nem vagy fölírva a banknál, hogy ilyet ne tegyünk, illetve ez a behajtó cég sem tudja, hogy kivel van dolga. Még többet kellene felszólalnod, hogy behúzzák a strigulát a te neved mellé de is. Laci, hogy... nem tudok úgy beszélni, itt még úgy, hogy tudok beszélni, de ott a múltkor is ott Szigeten Miklóson fel volt írva, és összefüggően nem tudtam elmondani, amit szerettem volna. Most az, hogy rontsam a csapatnak az ágyúját... Hogy rontsad át? Gyakorlat teszi a mester. Én továbbra is azt mondom, hogy a rövid felszólalások azok hoznak igazán lázba. Tehát röviden elmondod, amit gondolsz, akkor épp, amit gondolsz, és vége. Tehát nem kell tovább forszézni ezt, de nagyon fontos azért, hogy egyrészt sok arca legyen az ellenállásnak, másrészt meg, hogy nektek is behúzzák a strigulát, hogy ővele sem. Tehát ővele sem, mert érti, mert tudja, mert van vasvillája, mert ő is felszólal, és már őt is megnézték legalább 10 a Facebookon, majd megnézték még 100-an, és már jegyzik a nevét. Tehát ha ő lesz bajba, és hív embereket, akkor fognak hozzá menni, hiszen már beszélt. Tehát olyan emberek, akiket nem ismerek, azoknak kevesebb esélyük van rá. Tehát nyilván akkor olyanoknak kell toporozni, akiket már ismernek, ahhoz, hogy menjenek az ő kilakoltatására, vagy a behajtót pofán verni, vagy bármi egyéb. De aki már meg is szólal, akit már többen láttak, az már, ha azt mondja, hogy gyerekek, gyertek már, mert bajba vagyunk, be kéne menni a bankba egy kicsit rendbe tenni dolgokat, akkor 20-30-50-en oda megyünk, és elmondjuk, amit el kell mondanunk. Tehát ettől ők jobban rettegnek, tehát ezért mindenkit arra biztatok, hogy igenis ki kell nyitni a szátokat, be kell vállalni az eljárásokat, Facebookon kell hozzászólni, tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert ezt mind-mind írják, mind-mind jegyzik, ott van, higgyétek el, az elleni anyagunkban, ilyen vastag, majd amikor megkapjuk, úgy fogunk örülni, természetesen mindenki külön kikéri a sajátját, hogy ne kelljen másolgatni, és gyakorlatilag fogjátok látni, hogy mennyi mindent összegyűjtöttek rólatok. Kivel, mit leveleztél, mit írtál a Facebookra, hova írtad, és nyomozók hada mögézt át a te oldalaidat, és kerestek rá, hogy kinek vagy, kivel vagy kapcsolatban, és még lehet, hogy azt is felderítették, hogy vajon lehet-e, hogy van neked otthon valami eszközöd, amivel Csányit fejbe tudod lőni. Tehát ilyet is megnéztek. No, tehát behajtok, végrehajtok. Tehát Istvánt ugye egy behajtó kereste meg. Ugye most néztem meg. Sigma ZRT, Kapi út 15. Bizony. Én földerítettem én róluk mindent, és írtam a Latinak, tanácsot kértem tőle, hogy mit tegyek. Igen. Na most én írtam azt is, hogy én fel fogom őket keresni, mint ahogy ugye az ügyfélterüket azt nem tudom felderíteni. Igen, én most azt mondom, hogy ez majd a titkosban jó, hogy mit fogunk csinálni a Sigmával, tehát ezt nem most beszéljük meg. Jó, mert nem lenne olyan túl jó, hogyha mostantól kezdve 24-ben őrizne 2 vaskos ember, és pofán kéne verni ahhoz, hogy bejussunk. Tehát ezt azért még várjuk meg egy kicsit, ha nem, igen? Csak annyit, hogy engem is megkerestek nyáron a bankon behajtója, csak én nem álltam velük szóval, és azóta semmi. Azóta csönd van, így van. Hiába hívtak, én rögtön letettem a telefonon, mondtam, hogy nem foglalkozom. Így van, nagyon jól tetted. Tehát nem kéne oda menni a Istvánnak, erre gondolom. Nem, azt majd mindjárt megbeszéljük, jó? Tehát figyelj, jó, mindegy, megbeszéljük. Ami a lényeg, hogy ugye vannak a behajtók, és van néhányunknál már végrehajtás, ugye Zsuzsinál, nálunk, másnál nincs így a közvetlen csapat. Csak autóval kapcsolatban, tehát mokkos levél. De ott még mokkos levél, tehát végrehajtásra másnak nem került, de mokkos leveletek van. Tehát ugye gyakorlatilag ez a 3 szint, ami van. Tehát az egyik az, amikor a bank úgy gondolja, hogy ő már nem, tehát nincs rá kapacitása, vagy nem feltétlen, vagy a banknak a belső behajtója, ugye aki hívogat állandóan, kimegy, lehet ő alkalmazott, és lehet így, mint a Sigma, hogy egy külső, különálló cég. Tehát megpróbál ráhatni arra, hogy mégiscsak fizessél, de ezek teljesen különálló vállalkozások, semmilyen jogkörük nincsen. Tehát ezek én nem is tudom, hogy egyáltalán van-e erre jósítványuk, hogy ilyet tehetnének, mondjuk, hogy pénzt szedhetnének-e, tehát ez sem biztos, de ha van, akkor sem tehet semmi mást. Itt jó napot kívánok, kedves István, szeretne-e fizetni?
István azt mondja, nem szeretnék fizetni, akkor viszont látásra leírja a banknak, István nem szeretne fizetni. Na most ezzel szemben azért egy kicsit pofátlanabbak, mint ahogy Marikát is, hogy többször fölhívogatja, és megpróbálja meggyőzni, hogy na de mégis fizessen, és akkor mondanak olyanokat, de akkor elvesszük a házát, de akkor majd kamatokat kell fizetni, de akkor majd ez utcára fog kerülni, mint ahogy nekünk mondtak, hogy elveszik a gyerekeket, csak hogy ez már kimeríti a zaklatást, ami ellenünk folyik egyébként, és mi ilyet soha nem tettünk, illetve a kényszerítés bűncselekménye is belekerülhet ebbe a dologba. Sőt a zsarolás is. Akár még a zsarolás is. Mert anyagi haszonszerzése irányul. Így van, pontosan. Tehát elég sok mindenbe belefuthat a dolog. Na most néhány ilyen szót azért nem olyan nagy probléma elmondani neki, hogyha úgy van. Tehát lehet azt is, mint Marika, hogy nem szólok egy kurva szót sem, és majd lekopik, tehát ez az egyik út. Ha másik, egy kicsit akarod magad edzeni, tehát miért lehetne ez egy jó kis gyakorlat, hiszen nincs neki tétje. Tehát semmi tétje nincs, elküldöd a kurva anyjába párszor, megmondod, hogy kitéped a szívét, és hogy téged többet ne, tehát egy kicsit hadd legyen már neki is rossz. Tehát nem lehet, ha már ilyen mocsok dolgot csinált, akkor hadd szarja össze magát, és többet ne csinálja meg. Hát, ha mással se fogja megcsinálni, mert elmegy a cégtől, és azt mondja, hogy ilyet én nem csinálok. Persze az is előfordulhat, hogyha mondjuk becsönget vagy bekopog, leginkább azt javaslom, ha nem egyedül vagy otthon, amikor jön befele a húzatvétlen, rácsapja a kezére az ajtót. Tehát van ilyen. Hogy a nyakára. Nyakára, tehát ilyen is előfordulhat. És ha elektromos sokkoló? Hát áram, lóg, ugye lóg a vezeték, amikor jön, és a hülye megfogta. Tehát olyan gondok ezek a behajtók, tehát látjuk jól, hogy nem túl iskolázottak, villanyszereléshez meg nem is biztos, hogy ért, hanem látott egy ilyen fogantyút, azt hiszi, hogy metromban meg fog jönni, és egy kicsit rászkodja. De sok minden lehet, mert hiszen a te házad, a te várad, semmi joga oda bejönni, és ha beengeded, és olyan hülye, hogy nyukál a konnektorba, az az ő dolga, vagy beleszalad a nagykésbe. De mondom szépen, hogyha betuszkolódott, akkor onnantól bármit megtehetsz vele. És igen, tehát hogyha pedig erőszakkal jött be, és te csak meg akartad nézni, hogy ki az, vagy azt hitted, hogy a szomszédasszony is lesz egy jó nagy trücsök, és közben kiderül, hogy nem a szomszédasszony, hanem egy behajtó, és te úgy megijedtél, hogy el akarta venni a... Hát egyrészt... De megpücsköltek. Igen, még ez is lehet a vasvillával, tudod, kicsit oda-vissza. És ugye az is lehet, hogy megfenyegeted, hogy elveszi a pénzedet, elveszi a házadat. Ez olyan fenyegetés volt, amit te ugye a lakásodon belül már nem is kell arányosan, ugye most már a törvényben, mintha ez változott volna, véletlen előkerült, nem azért volt oda késő a nagy kés, hanem azért, mert a gyerek hozta volna a húst és vágta volna, már előkészítetted időben, véletlen megvágta magát vele. Tehát ezek a behajtók, ezek ennyit tudnak. Véletlen így, hát mert belehajolt, érted? Tetted volna el a kést, hogy nehogy elő legyen, mert mégis, hogyha van nálad valaki. Véletlen a szúrókésnek beleszaladt a nyakába. És szaladgál bele a szúrókésbe. Vagy egész véletlenül, ez a bolond elkezdett szaladgálni örömében, hogy majd pénz szalad be, és véletlen kilépett az erkélyen a negyediken, tehát így nagyon lépett. Anyod ütötte a villám. Így van. Amíg a kutyám az erre most specializálva. Megfogta az ötöm, tehát megfogta, hadd vigyek. És el is ásítja, nem? Azért a praszkózsi kutyája Batthyány tér közepén az aszfaltba beássa be a hajtót. De még le is betonozza utána. Az az övé, az már az övé. No, szóval behajtuk így körülbelül ennyi, még ha viccesnek is hangzott, de ez ilyen. Tehát a behajtónak semmihez nincs joga. Tehát pont olyan, mint egy mocskos tolvaj, aki bejön, vagy a szomszédasszony, vagy bárki az utcáról, aki becsönget és a pénzedet akarja. Nem akarhatja, nincs joga hozzá. Semmilyen fenyegetéssel vagy erőszakkal nem bírhat erre rá. István, van-e még kérdés? Annyi, hogy itt, ugye, mint értem, és ezt megjegyzi, hogy ő ezt nem úgy csinálja, csak hogy a banknak majd, mikor én azt mondom neki, hogy Ácsi, én nem fizetek, menjél ahova akar, ő ezt
valami jutalékért, vagy valami érdekért csinálja. Úgy fogalmazza, hogy megbízó által fizetett közvetítői díj ellenében jogosultak vagyunk lejárt követelés beszedésére, melynek részleteiről a kötelezett részére személyesen adunk tájékoztatást. De ha te nem fizetsz, akkor visszaadja a banknak a papírt, és nincs jutalék. Állj, elismerik, amit művelnek. Most rögtön leírta oda, hogy haszonszerzés céljából végez. Zsarolás. Így van, pontosan. Zsarolnak, már is menjél a rendőrségre. Úgyhogy, hát lehet, de azt is lehet, hogy beengedés. Erre arra akartam gondolni, hogy ő nem adja fel olyan könnyen valószínű, ja, mint az, akinek azt mondja, hogy nem fizetek húzzal a francba. Ez valószínű, István, hogy ez kitartóbb lesz, tehát itt az másra azért kell. De mindenképpen, amikor már nagyon véres a fej, akkor föl fogja adni. Jó, tehát előbb-utóbb föl fogja magát. Nálom, mikor kimúlt a Cibestől a fickó, akkor alá akart írat egy papírt, persze nem engedtem be, és akkor mondtam neki, még egyszer megláttam, mint akkor zaklatási főjelentem, egyébként meg megkeresem a cégét, a központot, a kezdeményen a felszámolását. Jó van, azt mondja, akkor ő visszaadja a papírt, ő már nem is akar idejönni többet. Ja, és akkor se kellett venni a vasút. Tehát higgyétek el, hogy a komoly határozott fellépés, ezeket mind elküldi a francba, tehát esélye nincs neki, úgyhogy behajtóval, tehát aki akár a banki, akár egy külsős, mint a Sigma, azokkal nem foglalkozunk. Nem tudom, kinek az ügyében voltunk bankba, hogy többet meg ne próbáljanak jönni? Valaki volt ilyen egyik banki ügyintézés, hogy basztad, ti, hát itt KNH-satok, persze. Jött a KNH azóta? Nem. Na, ugye, mi mentünk, mi megyünk hozzá. Bementünk a KNH-ba és megmondtuk nekik, hogy még egyszer meg ne próbálják, hogy oda mennek, nem jöttek. Tehát teljesen... Két behajtó, tehát így. Kétszer jött a behajtó, és akkor még... Mi legelőször akkor még fizettünk, hát ez még 2013 nyarán volt, és akkor utána már utána tudtuk, hogy a behajtónak se kell. Így van, pontosan. Meg be se kell engedni. És ezt használják ki szerintem. Hát ezt, hát van, aki ezt beszélik, és akkor kizárni. Sokan összekeverik a behajtót, végrehajtóval visszaadni. Ezért menjünk egy kicsit tovább. Tehát a behajtónak semmihez nincs joga. Amihez valakinek joga van, az az önálló bírósági végrehajtó. Tehát az az egyetlen egy olyan személy, akinek a nevében is benne van önálló bírósági végrehajtó, tehát bírósági jogkere van ebből a szempontból. Ha neki van egy, igen? Egy momentum, van ám ennek egy tradicionális magyar elnevezése? Hóhér! Na hát nyilván van egy ilyen is, igen. De ugye nem ez van ráírva a papírjára. Tehát az ő esetében nem tagadhatod meg azt, hogy beengeded, mert ő, ha nem engeded be egyedül, akkor rendőrrel fog jönni, és a rendőrök meg olyan labancok, hogy kiszolgálják, tehát ők nem vizsgálják, hogy jogos-e, nem jogos-e, a végrehajtó azt mondja, hogy én beszeretnék menni, mivel neki van egy ilyen papírja, neked nincs ilyen papírod, ezért ő el fogja kísérni, feltörik a házadat, vagy bármi egyet, tehát ők azért ezt meg tudják tenni. És ha én is rendőrt hívok? Meg? Hát a végrehajtóval szemben nem tudsz, mert te nem vagy végrehajtó. Tehát te akkor tudnád, ha neked mondjuk lenne egy bírósági jogköröd, vagy egy bíróság azt mondaná, hogy a Zsuzsiékhoz nem lehet, vagy a Zsiláikhoz nem lehet menni. Tehát ezt lehetne tenni. Ugye erre való a végrehajtás megszüntető per. Tehát a végrehajtás megszüntető per, a bíróság azt mondja a végrehajtónak, stopp, oda nem vehetsz, mert fel van függesztve, vagy meg van szüntetve a végrehajtása, tehát akkor már a végrehajtónak egy másik papírja van, hogy oda nem lehet menni. De mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig ugye, ha lakássitelről beszélünk, ha akkor neki a közjegyző által van egy olyan, aki ugye szintén bírósági jogkörrel jár el, van egy olyan papírja, záradékolt okirat, hogy akkor ő már pedig mehet, és megteheti a végrehajtási cselekményeket, mindazt, amit a bank kér, a bank ugye kéri az ingosságokra, ingatlanokra, meg minden egyébre fizetésre, mindenre kéri ezt a dolgot. Tehát a végrehajtóval szemben nem teheted meg. Ha a behajtó nagyon erősködik, a behajtóval szemben kifacs rendőrt, mert neki semmilyen jogköre nincs ehhez. Ugye annak idején a Budaörsön csitteltek le arra a pár percre, mert hogy én azt mondtam a rendőröknek, hogy nincs joga elvenni az autót. Ő szerintük meg nem tudták, hogy van-e vagy nincs, de nekem nincs jogom tüntetni azért, mert elvették valaki autóját, tehát inkább lesitteltek. Nek már a kiderült, hogy teljesen igazam volt, hiszen azóta ugye bíróságok is megállapították, hogy a bank nem viheti el önkényesen az autót. De ott azért jó néhány esetben kellett küzdeni ezért, hogy ez így legyen. Ma már talán van erre lehetőség, hogy mondjuk egy parkolóba odaállna egy lopós kocsi, és el akarná vinni az autót, hogy ő a banknak elviszi az autót, talán ha hívsz rendőrt, akkor a rendőr elküldi a picsába. Mindegy, volt is ilyen eset, hogy eljárást indítottak
ellene, aki lopta az autót. Most azért egy mezei trélerre ráijesztesz, egy kicsit hangosabban rászólsz az elpucot. Én is azt gondolom, hogy többnyire most már igen. Nem akar konfliktusba kerülni senkivel. De azért mondjuk 2 évvel ezelőtt még ez azt hitték, hogy ők majd bármit megtehetnek, ma már nem, és azért ez köszönhető azoknak az eseteknek, hogy ezt mi is és mások is nem hagyták. Tehát az, hogy az, mondjuk a behajtók most már nem fognak ezen túl erősködni, tehát ezen túlmenően, hogy mondjuk bedobott egy papírt, én azt gondolom, hogy meg fogja írni a banknak, hogy bocsánat, ezt nem sikerült beszednünk. Vagy hogyha a banknak a saját ügyintézője, akkor odaírja a neved mellé, hogy nem hajlandó fizetni, és akkor megindítják a jogi hercehurcát. Tehát nem lesz ebből bonyolultabb dolog szerintem ma már. Ha azok a birkák, akik még mindig fizetnek, meg megijednek, hogy na hát itt van egy behajtó, akkor én fizetek neki, hát azokon beszedik azt, ami nekik kell. Sőt, van a birkának a második fokozata, aki önként oda is adja. Hát így van, így van. Hallod, te nem vagy véglehajtó, de még lehetsz. Hát ugye kérdés, hogy kinek a parancsát hajtod végre, tehát amikor a nép parancsát hajtod végre, vagy ugye azért itt megoszlanak a vélemények, olvastam olyan anyagokat, hogy azért alakítatnánk mi is egy bíróságot éppen, és azt mondanák, hogy az ítélet az, hogy ehhez a házat nem lehet elvinni. És akkor ez az ítélet ugyanolyan erős ítélet, mint hogyha ezt a rászkeli járásbíróság adja ki, hogy már pedig el lehet vinni. Hát akkor csinálj. Nekünk nem kell ilyet alakítani, mert így is úgyis ez lesz. Igen, jó, igen. Bankot is tudunk alakítani. Még akár bármit is alakíthatunk, így van, így van. Ha már ilyen jól összejöttünk. Mozgalom, rögtön ítélő bíróság. Ja. Igen, ezt én érdemes végignézni, mert ez egyébként Magyarországon, ha igazak azok a hírek, amiket olvastunk, a bíróság jogkörét nem szabályozza. Tehát nincs meg, hogy ki alakíthat bíróságot, és mitől bíróság a bíróság. Választott bíróság. Na de ki választotta? Hát itt. Na így, azért mondom, hogy mi választottuk, ja. És azt mondjuk rá, hogy ez egy bíróság, és úgy döntöttünk, hogy. De ezzel még menjünk egy kicsit tovább, mert ugye még ezt nem ástuk bele magunkat. Még annyit szeretnék, tehát ha jól értem, a végrehajtó az rendőrségi segítséggel is eljárhat. Hát igen, tehát ugye nem tudja anélkül megvalósítani, ő fog kérni ilyen rendőr. Igen. A behajtót nem segítheti a rendőrség. Tehát a behajtónak semmilyen olyan jogköre nincs. Ha az F-kulcsa fejbe verem, akkor már hívhat rendőrt, ha tud. De várja, hogyha a lakásodon belül... Az ajtó előtt. Ajtó előtt nem verünk fejbe segíteni. Becsalogatod a kulcsa, hogy ide nézz, mindjárt megkapod, csak gyere be. Tehát ha ő bejön... Ha előtt veled meg, akkor garázdasági lelő. Akkor te neked lehet. Ha ajtón kívül verünk fejbe. A nagyon kívül nem vágnak fel. Várj egy fél lába bent van, akkor már nyugodtan. Hát azt a lábát levághatunk. De befelé.